Október a reformáció hónapja 2020-ban is. Október 1-én a Calvin téri református templomban vette kezdetét az egy hónapos programsorozat. Ennek nyitányaként az Egressy Béni Művészeti Középiskola fúvós zenekara adott rövid koncertet a templom előtti téren, melyet Tóth Tamás vezényelt. Ez év témája az egység. A jelmondat Jézus főpap imádságából van, János evangélium 17. fejezet 21. vers, hogy minnyájan egyek legyenek. Hát Jézus azt kéri tőlünk, hogy legyünk együtt minnyájan, legyünk egyek, és én azt gondolom, hogy amikor a reformáció hónapjában vagyunk, akkor itt azért próbálunk arra törekedni, hogy ne a falakat nézzük, amik egymástól elválasztanak bennünket, hanem azt, ami összeköt bennünket, és pontosan ezt kéri Jézus is, hogy minnyájan egyek legyenek. Tehát arra törekszünk mi is, hogy a reformáció központi gondolata, mint például egyedül a Szentírás, mint például, tehát fontos a Szentírás számunkra, és ez egy mérvadó zsinór mérték az életünkben, mint például a hit, mint például a kegyelem, tehát ingyen kegyelemből hit által tudunk üdvözülni, valamint egyedül Krisztus az, akin keresztül eljuthatunk az Atyához. Ezek azok a jelmondatai a reformáció tanításának, amelyek összekötnek bennünket. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. A 89. genfi zsoltárt énekelték el közösen az ökumenikus nyitó Isten tisztelet előtt a téren összegyűltek. Sokszor jöttem már a templomokban, emlékényességeken, hogy mit bízott ránk örökségül a reformáció. Hogy mik azok a drága kincsek, amelyeket nekünk őriznünk kell, amelyekkel élnünk kell, és amelyeket fejlesztenünk kell. Kondor Péter evangélikus püspök a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának alelnöke mondott köszöntőt és hirdetett ígét. Az ünnepi megnyitón részt vettek a református, az evangélikus, baptista, metodista és pünkösdista egyházi közösségek képviselői és főpásztorai. A zenés istentiszteleten pedig ezen egyházak gyülekezeti kórusai szolgáltak. Nagyon sok változáson mentünk keresztül mindannyian egyházak, és én azt gondolom, hogy ezért is érdekes ez ma, 503 évvel reformáció után, hogy együtt tudjunk gondolkodni, együtt tudjunk tényleg emlékezni, ünnepelni, hogy együtt lehetünk Krisztusban. Október 31-ig tehát országszerte a reformáció hónapjához kapcsolódó programok zajlanak.